Szóval, sziasztok! Hi! Hogyha van Bibliátok, akkor jó lenne, hogyha Máté evangéliumához odalapoznátok a hetedik részhez. If you have a Bible, it would be good if you opened it at Matthew chapter 7. Látjátok, sok minden új indul, úgyhogy szeretnélek benneteket így bátorítani, hogy legyetek része vasárnap este, meg gondolom a hétfő este is majd indul, meg mindenféle dolgok indulnak újra. As you see, a lot of things are restarting after their summer break, so I would like to encourage you to make sure to join one of the extra services, either the Sunday evening or the Monday evenings will be starting up soon again as well. De férfiakat külön bátorítanám, hogy srácok, tervezzétek és legyetek ott a férfi konferencián. But I especially want to encourage the men by saying, guys, make sure you go to the men's conference. Mert eddig csak azt hallottam, hogy jaj, mindig csak a lányoknak van konferenciája. Because I keep hearing things like, well, it's always only the women who have their special little conference. És tényleg ők tök jók, minden évben tolják, yes, január végén. Every year they do it at the end of January. Akkor most mi jövünk? So now it's our turn. Szóval akkor, na, legyetek ott. So make sure you go. Folytatjuk a sorozatot, ahogy mondta Tamás is, Élj okosan a címe. We are continuing our series called Smart Living. És be fogjuk fejezni ma a hegyen elmondott Biblia órát és az új szövetségi részét ennek a dolognak. And today we are going to finish the Beatitudes and the speech that Jesus gave there. De milyen jó, hogy jövő héttől kezdve megnézzük a világ második legokosabb emberének a beszédeit. But the good news is that starting next week we are going to see what the second wisest man that ever walked this earth wrote. Tudjátok, hogy ki az? You know who that is, right? Valaki azt mondta, hogy Phil. Someone said Phil. I heard someone say Phil. Ő a harmadik. He's the third. Ő a harmadik. He's the third. Salamon, igen. Is the second. És yes. Nagyon jó lesz. And it's going to be great. És a példabeszédekben nézzük meg, hogy mit jelent okosan élni. We will look through Proverbs to see what it means to live the smart way. De akkor még itt vagyunk az új szövetségben, és a mai óránknak az a címe, hogy választások. But for now, we are still in the New Testament, and today's message is entitled Choices. Jézus arról tanított minket az előzőekben, hogy igenis, meg kell különböztetni az embereket. In this study we have seen Jesus talk about the importance of making distinctions between people. Ne legyünk ilyen elítélőek, de ítéljük meg körülöttünk az embereket. He talked about the importance of not judging others, but still making decisions, judging the person. Ne legyél olyan, aki állandóan jár körbe egy ilyen negatív, kritikus hozzáállással. We saw that we shouldn't be people who constantly walk around with a negative, critical attitude. Aki állandóan a hibát keresi mindenhol, idegesítő. Someone who is always trying to find fault with others and with different things. Ne legyünk ilyenek. We shouldn't be people like that. De Jézus azt nem mondta, hogy ne legyél kritikus. But Jesus never said, do not be critical. Azt mondta, hogy ne csináld rosszul. He said, don't do this the wrong way. Arról tanított minket, hogy igen, jó, ha az ember kritikus. He talked about the importance and he said that it is good if you are able to judge things. Egy pozitív hozzáállással. With a positive attitude though. Jézus nem azt mondta, hogy csukd be a szemed, ne nézz körül, és ne segíts körülötted az embereknek. Jesus never said, close your eyes, don't look around, and don't try to help those around you. Nem, arról tanított, hogy ha meglátjuk valakinek a szálkát a szemébe, valami hiba van. No, he did say that if you see... a szálka. Hát valami fadarab, vagy... Azt mondja, snack. De az nem, vicceltem. Splinter, thank you. If you see a splinter in somebody's eyes, ennyi. Or a snack in somebody's eyes, according to Yanni. Egy krumplit valakinek a potato, szemben. Maybe a potato. Szóval, hogy na, kicsit komolyabbra vegyétek. But seriously. Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy ha meglátod, nem baj, semmi gond. He said, it's not a problem if you notice this in somebody. Sőt, mondja, hogy aztán menj és vedd ki a szálkát a szeméből, and vagy a snacket. And he actually says, it's okay if you go up to this person and try to remove this splinter from their eye. De egy helyes hozzáállással.
But you must do it with the right attitude. Gyülekezet, nekünk szükségünk van egymásra, hogy segítsünk egymásnak így. As a church, we need one another. We need to be able to help each other in this way. És egy pozitív kritikus hozzáállás az mindig jó, hogy ha van a gyülekezetben. And positive criticism is always a good thing in a church. Nekem lettek így nagyon jó barátaim. This has actually given me some very good friends. Hogy eleinte azt hittem, hogy mindig csak kritizálnak és rosszat akarnak nekem. And in the beginning I did think that they are always criticizing me and they don't have good intentions. De aztán idővel rájöttem, hogy csak azért csinálják, mert szeretnek engem. Tényleg szeretettel jöttek és kritizáltak. But then I began to see that they come with love and that they are doing this out of their love for me. Ezekre az emberekre szükség van. We need these kinds of people. Jézus mondja, hogy nyisd ki a szemed, ha okosan akarsz élni, és segíts másoknak. Jesus basically says, if you want to live smart, you have to open your eyes and you have to help others. Ma a mai részünkben a választásokról fog tanítani, jó meg rossz döntésekről. Today I will teach about choices, about good and bad choices or ugye, decisions. A jó döntéseink, a jó választásaink jó eredményeket fognak hozni. Our good decisions, hozni. Our good choices have good results, right? Sok választással néztél szembe csak idáig, 10:30-ig. I'm sure that you've already had a lot of choices that you had to make just until now, until 10:30, just this morning. Nem, onnan kezdve, hogy milyen zoknit vegyek föl, odáig, hogy elmenjek-e egyáltalán gyülekezetbe. What socks to wear, all the way to should I even go to church. Jó döntések, jó eredményeket hoznak. Good decisions, good choices have good results. És reméljük, hogy jó zoknit is vettél fel. And I hope that you put on the right pair of socks. Aztán nagyon szeretjük az egyszerű döntéseket. Én nagyon szeretem az egyszerű What döntéseket. I really like, and I think we all do, is easy decisions, simple ones. Az könnyű eldönteni. The ones that are easy to decide. Hogy a McDonald's-ba a nagy méretű krumplit kéred, vagy a kicsit. Ez könnyű dönteni. It's easy to decide whether I want the large fries or the medium fries at McDonald's. Egyértelmű. It's quite obvious. Ugye? Ez a könnyű. Right? De aztán vannak nagyon nehéz döntések az életben. But then sometimes there are very difficult decisions. Decisions in life. Vannak nagy kihívások. There are really big challenges. Amik gyakorlatilag megváltoztathatják az egész életedet innentől a végéig. Which can practically change the whole course of your life from now on. Tele van az életünk ilyen lehetőségekkel, ilyen döntésekkel. Our life is filled with such opportunities. Választanunk kell. Where we have to choose. Néha jön egy kísértés, és választanod kell, hogy most bűnbe megyek, vagy győzök. Sometimes a temptation comes up and you have to choose. Do I walk into sin or do I walk away victoriously? És minden döntésünknek lesz következménye. And every choice that we make has a result, has a consequence. A Bibliában látunk egy csomó jó döntést. In the Bible we see a lot of good choices that were made, good decisions. És látjuk annak az áldásos következményeit. And we see the blessed results of those. Milyen jó, hogy a Biblia tele van rossz döntésekkel is. But how great that the Bible also is filled with bad decisions, bad choices. Miért mondom, hogy jó? Why do I say it's good for us? Mert látjuk, hogy Isten emberei nem mindig tökéletesek. Because through this we are able to see that the people of God are not always perfect. Látjuk, hogy Isten emberei nem mindig döntenek jól. We see that the people of God don't always make good choices. És látjuk, hogy Isten annak ellenére hűséges velük. And we see that God is faithful to them in spite of this. És a rossz döntés és a rossz következmény után képes fölemelni őket és visszahelyezni a helyükre. And that even after a bad choice, the wrong decision, God is able to raise them up and put them in their right place. Szerintem ezt jó látni. I think it's good to see this. Mert én rengeteg rossz döntést hozok. Because I make a lot of bad choices. Néha úgy gondolom, hogy Istennek velem van a legtöbb dolga, komolyan. Sometimes I am convinced that I give God the most work, and I feel kind of feel sorry for him actually. De két útunk van, tehát vannak választásaink. Dönteni kell jól. But we have two options. We have choices, and we have to make the right one always. És a mai részünkben Jézus három fontos döntésről fog tanítani nekünk. And today in our passage we will see Jesus teach about three important decisions. Olvasni fogunk a három vagy a két ajtóról, amit eldönthetünk, a jó vagy rossz döntés. We will read about two different doors that we can choose between, the good choice and the bad choice. Melyik utat választod majd? Which path we should choose? Aztán olvasni fogunk a két típusú tanítóról vagy prófétáról. We will
will also read about two different kinds of prophets or teachers. És végül Jézus arról beszél majd, hogy figyelj, hogy milyen alapra építed az életedet. And in the end, Jesus will talk about making sure that we pay attention to what is the foundation that we build our lives on. Kezdjük is, 13. verstől olvasom a 7. részben. Let's begin then. We are starting to read it from chapter 7, verse 13. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Hogyha oda pillantasz, Jézus ennek a résznek a végén a legfontosabb dologról beszél, az életünk alapjáról. If you take a look further down, you see that at the end here, Jesus is talking about the most important thing, which is the foundation of our life. Odaállítja a hallgatóit egy választás elő, na figyelj, hogy melyik alapra fogod építeni az életedet. He basically presents a choice to his listeners, saying, make sure you pay attention to what foundation you are building your life De upon. De ahhoz, hogy jó alapra építs, ehhez egy jó utat kell választanod. But in order for us to be able to build on the right foundation, we have to choose the right path first. Vajon miről beszél itt Jézus? What is Jesus talking about here? Azt mondja Jézus, hogy mindig a nehéz út a jó. Azt Jesus, mondja, is he saying here that it is always the hard path, the hard road that is mondja, the right one? Azt mondja, hogy keresztény vagy, te neked mindig szenvedni. Is he saying, well, you are a Christian, which means you always have to suffer. Úgy, hogyha választhatsz, akkor a rosszabbat választ. So if you have a choice, make sure to always choose the harder one. Vajon Jézus azt mondja, hogy akkor vagy a leglelkibb, amikor vérzel. Is Jesus saying, you are the most spiritual when you're bleeding. Amikor nagyon nehéz. When it's really hard. Ugye vannak, akik így gondolkoznak. There are those who think this way. Keresztény vagyok, nekem mindig csak rossz lesz. I'm a Christian, so it will always be bad for me. Vajon Jézus azt mondja, az az okos, hogyha rosszabb utat választjuk? Is Jesus truly saying that the smart thing is to always choose the hard thing? Én azt gondolom, hogy ez nem lenne igaz, ha Jézus ezt mondaná. I don't think this is what Jesus is saying. It's not true. Mert bár a Biblia az mondja, hogy van olyan út az ember szem előtt, ami jónak látszik, de a halálba visz. Ezt mondja a Biblia. Because in the Bible it is written that there is a path that seems good to man, but in the end it leads to death. De nem minden út, ami jónak látszik, visz a halálba, nem? But this doesn't mean that every road that seems like a good one leads to death. Sőt, van olyan, hogy maga Isten megkönnyíti előttünk az utat, és a könnyebb út az igazi, nem? And in fact, sometimes it does happen that God makes the road, the path before us easier. So he makes our path lighter. Szóval nem lenne az az állítás helyén való, ha azt mondanánk, hogy mindig a rossz az a jó. So it wouldn't be true to say that choosing the hard thing is always the right thing for a Christian. És ha már kellően összezavartalak, hogy jó-e vagy rossz, vagy mit kell választani. And if I have managed to get you appropriately confused by now about good and bad choices, super. It's ez great. Volt a cél. That was my purpose. Mert Jézus azt mondja, igen, nem tudjuk, hogy mikor melyik a jó, ezért kell keresni, zörgetni. Keresni az ő akaratát. Because Jesus is basically saying that we often don't know which one is the right path, and that's why we have to seek, we have to knock, and we have to look. Szóval Jézus itt arról tanít minket, hogy milyen lesz ez az út, amin járni fogunk. Milyen az életre vívő út? What he is teaching us about here is basically he's telling us what the path looks like, the one path that leads to life. Milyen az a kapu, ami az életre visz? What does that gate look like that leads to life? Abban az időben úgy olvastam, hogy használták ezt a, nem tudom, kifejezés ez, hogy ilyen szoros gondolkodású. I read that in the time of Jesus there was an expression that basically meant sounded something like somebody is of tight thinking. They're thinking talán this ma, tight. Talán ma úgy használnák ezt, hogy beszűkült látásmódú. Maybe today it is similar to the expression we use when we say somebody is narrow-minded. Jézus mintha arra tanítana, hogy ami ha életre visz az út, nem.
Ha szeretnél azon az úton járni, ami az életre visz, legyen ilyen beszűkült egy kicsit a gondolkodásod. It seems that Jesus is saying that if you want to walk on the path that leads to life, you should make sure that your thinking in a way is narrow-minded in Miről beszélek? What am I talking about? János 14:6. John 14:6. Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Szűklátásmód. This is narrow-minded. Azt mondja Jézus, ez én vagyok az egyetlen, nincs más. Jesus is basically saying, I am the only one, there is no other. Nincs más, ami üdvösséget adna. There is no other that would give you salvation. Nincs még egy lehetőség, csak én. There is no other option, it is only by me. És erre lehet, hogy azt mondták, hogy fú, Jézus, milyen beszűkült vagy már. And maybe at the time they said, wow, Jesus, that's very narrow-minded indeed. Aztán mutatok még egyet, Galatákhoz írt levél első része. I'll show you another one from Galatians chapter 1. Hatodik résztől, hatodik verstől a kilencedikig. Starting from verse 6 to verse 9. Pál ezt írja. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Paul the apostle is saying, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. És nézd, milyen erőteljes a nyolcadik verstől. And look how firmly he speaks starting in verse 9. De ha szinte mi, avagy a mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, átok legyen. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Amint előbb mondtuk, most is ismét mondom, ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. As we have said before, so now I say it again. If anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Lehet, hogy erre mondja valaki, hogy Pál, annyira beszűkült a látásmódod. Someone might say after reading this, wow, Paul, you are extremely narrow-minded. Annyi más lehetőség van. There are so many other options. Nincs. No. Egy evangélium. There is one gospel. There is one way. És tudod, mit keresztényként? Legyél nyugodtan ilyen szűk látókörű. And you know, as a Christian, go ahead and do be so ebben narrow-minded in this one issue. Mert ez az egy út az, ami az életre visz majd. Because this is the only way that leads to life. Hogyha valaki azt mondta neked, hogy ilyen beszűkült a látásmódot, hogy csak Jézus. If someone told you that you are narrow-minded for thinking that it is only by Jesus that salvation is possible. Azt mondja neked, hogy keresztényként hogy lehetsz ilyen begyöpösödött. Maybe they say how can you be so narrow-minded as a Christian? Akkor köszönd meg neki. Then thank them for it. Mondd, köszi. Tell them thank you. Akkor sikerült. That means I succeeded. Akkor ott vagyok, ahol Jézus szeretne látni. That means I am exactly where Jesus wants me to be. Hogy egyedül ő és egyetlen egy út van. For thinking that he is the only way. Nem igaz, hogy sok különböző út vezet Isten irgalmára az üdvösségre. It is not true that there are many different ways which lead to God's mercy and to salvation. Maradj ezen a szűk úton, ezen a keskeny úton. Remain on this narrow path. És tudod, nem arról van szó, hogy arrogánsan járkálj körbe és mutogass mindenki másra. And I'm not saying that you should walk around with an arrogant attitude pointing your finger at everybody. Nem, azt jelenti, hogy választottál egy utat, a jó utat, Jézust, ragadd meg és maradj meg mellette. This means that you have chosen the right path, you have chosen Jesus, so you should stay on this path. És ne engedd, hogy bárki ezt az üzenetet úgy felhigítsa, felvizezze. And do not allow anybody to water this message down. Aztán jön a következő választás, amiről Jézus beszél, vagy döntés, az pedig a helyes tanítókról szól. And then we come to the next choice or the next decision that Jesus talks about, and this has to do with false teachers. Mert szerintem ez is nagyon fontos.
I think this is also a very important issue. Keresztényként az életünk nagy részét tölti ki, hogy lelki tanítóktól hallgatunk tanításokat, nem? As Christians, a big chunk of our life is spent listening to Bible teachings from spiritual people. És megengedjük, hogy ezek a tanítások változtassanak rajtunk. And we allow these teachings, the messages, to transform us. Vagy épp ezeknek a tanításoknak a hatására mi elkezdünk változtatni. Or basically as a result of hearing something in a teaching, we begin to make conscious changes in our lives. Azért, mert hisszük, hogy Jézus az, aki fölkeni a tanítóinkat, és hogy Jézus szól rajtuk keresztül nekünk. Simply because we believe that Jesus anoints our teachers, and he then speaks to us through them. Ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy vizsgáljuk meg, nézzük, hogy kiket engedünk be így az életünkbe. Which is why I think it's very important to examine who are the ones that we allow into our lives in this Mert way. Mert meg tudja változtatni az egész életünket, hogy kiket engedünk be így az életünkbe. Because the teachers that we allow into our lives in this way, it can actually change our whole life. Azt mondja ott a 15. verstől. Beginning in verse 15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. He says, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ezért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Therefore by their fruits you will know them. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e, és nem a te nevedbe űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? És akkor vallást teszek majd nekik. Soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Voltak Jézus körül emberek, akik úgy néztek ki, mint akik Jézust követik. There were people around Jesus who on the outside look like they are following Jesus. A helyes dolgokat hitték Jézusról. They believe the right things about him. Úgy néz ki, hogy ismerték a helyes szavakat is. It seems that they also knew the right vocabulary to use. De Jézus mégis azt mondja róluk, hogy én nem is ismerem őket. But Jesus still says here that he never knew them. Olyan emberek, akik azt mondták, hogy ők ismerik Jézust, de Jézus azt mondta róluk, hogy nem ismeri őket. These were people who claimed to know Jesus, but Jesus here says that he never knew them. Csak azért, mert valaki azt mondja, Uram, Uram, attól még nem igaz hívő, vagy egy igazi tanító. Just because somebody says, Lord, Lord, we see that it doesn't guarantee that they are truly a believer or a true teacher. És milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, figyelj, hogy még ha csodákat, meg jeleket is tett előtted, akkor sem biztos, hogy jó helyen van. It's interesting here that Jesus says that even if they have performed signs and miracles in front of you, it does not guarantee that they are in the right place. És lehet, hogy feljött benned a kérdés, ha nem, akkor majd én felhozom. And maybe now you are asking yourself the following question, and if you're not, then I will ask it for you. Hogy lehet az, hogy ilyen isteni csodákat tettek, úgy, hogy Jézus azt mondja róluk, hogy nem is ismerjük egymást. How is it possible then that they performed miracles Jesus says that he never knew them? Mert akkor ez veszélyes, nem? Akkor tényleg figyelnünk kell. Because this then means that this is dangerous. We really need to pay attention. Úgy láttam, hogy a YouTube teli van már egy ideje különböző ilyen furcsa csodákkal. Találkoztatok már velük? I've noticed on YouTube that there are a lot of really strange miracles. Ilyen különböző formájú
Szentlélek betöltésekkel például. Ezeken tudok a legjobban kiakadni. Different ways of being filled with the Holy Spirit. These are the ones that make me really upset. Hogy a pásztor így belerúg így a hívőbe, és akkor az így betöltekezik Szentlélekkel. Where the pastor kicks the believer and that makes them be filled with the Spirit. Seriously. Ez szerintem borzasztó. It's terrible. Aztán látod, hogy ugye hozzák videókon, hogy fölállnak a kerekesszékből emberek. And then you see videos of people in wheelchairs standing up. És aztán egy másik videóban ugyanaz a kerekesszékes áll föl még egyszer. And then in another video, it's the same person in the same wheelchair that stands up again. Az első és legnyilvánvalóbb, ahogy ezeket a csodákat teszik, úgy, hogy nem is teszik őket. The first and more most obvious explanation about these miracles is that they're really not performing any miracles. Ezek hazugságok. These are lies. A nagy része. Most of them. Azért, hogy fölemeljék önmagukat. Because they want to see themselves lifted up, these preachers. De azért nem ennyire egyszerű ez. But it's not that simple. Néha ilyen emberek az ördögnek az erejével tesznek csodákat. Sometimes these kinds of people actually do perform miracles, but with the power of Satan. Ott van az apostolok cselekedeteiben Simon, aki csodákat tett a nép előtt. In Acts we read about Simon who performed miracles. Az ördög tudja másolni Istennek ezeket a dolgait. The devil is able to copy some of these things that God does. Sőt, amikor az Antikrisztus visszajön, azt olvassuk, hogy ő csodákat fog tenni, hazug csodákat az emberek előtt, hogy elhitesse az embereket. And in fact, we read that when the Antichrist comes, he will actually be performing miracles just to make people believe in him. Aztán érdekes, hogy látunk a Bibliában olyat is, hogy Isten használta valakinek a száját, és aztán igazából nem volt igazi kapcsolata vele, csak fölhasználta. We also see an example in the Bible where God used somebody's mouth to speak his words, but in reality this person never had a relationship with him. Gondolok itt az Ószövetségbe Bálámra, akit Isten használt. I'm thinking of Balaam in the Old Testament whom God used. Prófétát. He prophesied. De igazán nem volt jó a kapcsolata Jézussal. But he didn't have a right relationship with Jesus. Aztán ott van Kajafás, akit Isten használt. And there is Caiaphas that God used. A főpap, aki prófétált, aki azt mondta, hogy inkább jobb, hogy egy vesszen el a népért, ugye Jézusról beszélt. He was the high priest who prophesied when he spoke about Jesus saying, it is better for one person to perish on behalf of the whole nation. De aztán nem mondhatnánk, hogy jó volt a kapcsolata Jézussal, igaz? But we couldn't really say that he had a right relationship with Isten Jesus. Használta őket, de God used them. De aztán elvetette őket. But then he rejected them. Szóval igenis lehet az, hogy valaki nem ismeri Jézust. So yes, it is possible for Jézus somebody. Jézus nem ismeri őt, bocsi. It is possible for Jesus not to know a certain person. De mégis tesz ilyen dolgokat. But for them still to perform miracles. Tudjátok, hinni valamiben, valamilyen igazságnak, az még nem tesz téged hívővé, mármint igaz keresztény. Just the fact that you believe in a certain truth doesn't in itself make you a Christian. Azt mondja Jakab, hogy a démonok is hisznek. James says that even the demons believe. Nagyon durva dologra gondoltam, hogy egyszer csinálni egy interjút egy démonnal, hogy milyen lenne. I thought how interesting it would be to once have an interview with a demon. És meglepődnél, hogy sokkal több dolgot tudnak talán Istenről, mint mi. And I think we might be surprised because it's most likely that they know a lot more about God than we do. És el is hiszik, hogy az and úgy they van. Believe those things. De ők rettegnek Istentől. But they also are terrified of God. Szóval az, hogy te tudsz valamit, vagy az, hogy valaki elhisz egy igazságot, az még nem fogja hívővé tenni. So just that you know something or that you believe a certain truth, that does not make you a believer in itself. Ezek olyan emberek, akik ott voltak Jézus körül, de ugyanúgy benne maradtak a gonoszságukban, nem volt egy megtérés az életükben. These are people who were there around Jesus, but they didn't get saved. Írd fel ehhez, hogyha jegyzetelsz, János első levele, 3. rész 6. verse, nem fogjuk felolvasni. If you are taking notes, you can jot down 1 John chapter 3, 6-os vers. 3-6. Chapter 3, verse 6. Tehát akkor Jézus tanít itt minket, hogy válasszunk okosan, amikor tanítókról beszélünk. So we see that what Jesus is saying is that we need to choose well when we choose our teachers. Kinek fogunk adni a szavára? Kit engedünk be az életünkbe, hogy így megváltoztasson? Whose word are we going to believe? Who are we going to allow into our lives to influence our lives? Milyen lelki vezetőkre fogunk hallgatni? What kind of spiritual leader am I going to listen to?
to. Mert találkoztam sok emberrel ebben a gyülekezetben. I have met a lot of people in this church. Akik odaadták magukat, vagy így megengedték, hogy bizonyos lelki vezérek tanítsák őket. Who have allowed certain spiritual leaders to teach them. És ezek a lelki vezetők tönkretették őket. And these spiritual leaders have destroyed them. És úgy jöttek itt a gyülekezetbe, hogy megveretve, kihasználva. And after that, these people came to the church really beat up and feeling used and abused. Mint akiket megrágtak a farkasok. As if they have been chewed up by wolves. Szóval figyelnünk kell, hogy kinek a szavára adunk. So we really need to make sure to choose well whose words we listen to. És hogyan válasszunk akkor? So how do we choose? És Jézus elmondja nekünk, hogy hogyan kell választani. Jesus tells us how we are to choose. Azt mondja, hogy legyetek gyümölcsellenőrök. He says that you should be fruit testers. Hogy így nézd meg a gyümölcseiket. You should examine their fruit. Jól vizsgáld meg, hogy átmegy-e a vizsgán, hogy oké. You should look closely to make sure whether they pass your test. Hallottam egy budapesti gyülekezetben egy tanítást. I heard a teaching in another church in Budapest once. Azt mondták, hogy nem szabad másoknak a gyümölcseit vizsgálgatni. Where it was said that we should not be examining other people's fruit. Mert az nem kegyelmes. Because that is not gracious. De akkor nem tudom, hogy mit csinálnak ezzel a résszel, amikor ide jönnek. So I just wonder what they do with this particular passage. Hogy ezt így átugorják, vagy do they jump over it? They take it out of the Bible? Jézus azt mondja, nézd meg a gyümölcsöket. Jesus said you should examine the fruit. Legyél gyümölcsellenőr, vizsgáld you meg jól. You should be a fruit examiner. Take a good look. És dönts okosan. And choose well. És megnéztem néhány dolgot, hogy hogyan lehet jól dönteni? Mi az, amit keresnünk kell? I checked into this and thought about what we should look for when making decisions, when making choices. Apostolok cselekedeteiben a 20. részben 29. verstől. In Acts 20, we will read starting in verse 29. Ott látott Pált, aki így utoljára így összejön az efézusi vezetőkkel, pásztorokkal. We see Paul the apostle here when he is meeting with the leaders from the church in Ephesus for the last time. És ezt mondja nekik, elég megdöbbentő egyébként. It's quite shocking what he tells them. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. He says, for I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Also from among yourselves, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Azért vigyázzatok, megemlékezve arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Az első, amit észre fogsz venni amit észrevehetsz egy hamis tanítón. The first thing that you can notice about a false teacher. Egy farkason. About a wolf. Az, hogy önmaga után akarja vinni az embereket, nem Jézus után. Is that his purpose, his aim is not to make people follow Jesus, but he wants people to follow him. Ezek az emberek mindig maguk köré gyűjtik az embereket. These people always gather their flock around themselves. És mindig az ő gondolataikról beszélnek. They are always talking about their thoughts. Nem Jézusról. Not about Jesus. Veszélyes, amikor bemész egy gyülekezetbe, és nem esik egy szó sem Jézusról. It's really dangerous when you walk into a church and during the sermon not a word is spoken about Jesus. Aztán Péter második levele. Then in 2 Peter. Második rész, 3. vers. Chapter 2, verse 3. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Chapter 2, verse 3. By covetousness they will exploit you with deceptive words, for a long time their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber.
Ezek az emberek, ezek a hamis tanítók általában vásárt űznek a gyülekezetből. These false teachers usually like to pretend the church is like a marketplace. Az a céljuk, hogy kihasználják az embereket. Their purpose is simply to use people. Máshol úgy írja, hogy így a nyájnak a zsírját elszívják. In another place it uses an expression which means they basically suck away the fat of the flock. Kihasználják Jézus mennyasszonyát és eldobják. They take advantage of the bride of Christ and then they throw her away. Aztán van még egy dolog, ami fontos nekünk, hogy észrevegyük a gyümölcsöket, vagy hogy lássuk, hogy jó vagy rossz a gyümölcs. There is another thing we should know about determining whether a certain fruit is good or not. Az apostolok cselekedeteinek a 17. részében, majd otthon nézzétek meg. You should check when you go home in Acts chapter 17. A Szentlélek egy gyülekezetet nemesebb lelkűnek nevez. Here the Holy Spirit calls one church more noble than the others. És hogyha valakit a Szentlélek nemesebb lelkűnek nevez, akkor én szeretnék olyan lenni. And if the Holy Spirit says that somebody is more noble than the others, then I would like to belong to this more noble group. És tudjátok, hogy kiket nevezett nemesebb lelkűeknek a Szentlélek? Do you know who these people were? Úgy hívják ott őket, hogy a Béreai gyülekezet. They are called the church in Berea. És miért mondta őket nemesebb lelkűnek? And why did he call them more noble? Parancsolj? Így van. Azért, mert ők napról napra megvizsgálták azt, hogy úgy van-e, ahogy Pál mondja nekik. Because daily they would check in the scriptures to make sure that everything that Paul was teaching them was exactly that way. Legyetek gyümölcsellenőrök. You should be such fruit examiners. Nem mindent kell megenni, amit tanítók mondanak. You don't need to eat up everything that certain teachers say. Csak azért, mert a helyes szavakat mondják. Just because they are using the right words. Vizsgáljátok meg Isten igéjét, hogy tényleg úgy vannak-e azok, ahogy mi mondjuk itt. You should examine the word of God to make sure everything is exactly the way we are saying it is. És végül igazán csak így egyszerűen, hogy mindig gyanúsak azok az elemek, akik magukat emelik föl, meg and a saját szolgálatukat építik. In the end, just as a comment, you should always be suspicious of people who kind of always point to themselves, and their point is to build their own ministry. Szóval legyetek okosak, döntsetek jól. So be smart, choose well. Olvassuk tovább a 24. verstől, és jön a harmadik választás. Let's continue reading, starting in verse 24, chapter 7 of Matthew. So this is the third choice. Valaki ezért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a homokra vagy fövenyre építette a házát. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Jézus odaállít minket egy választás elé, hogy milyen alapra építed a házadat. Jesus presents us with a choice. You need to look at what kind of foundation you are building your house upon. Az egyiket bolondnak nevezi, a másikat bölcsnek. He calls one person wise and the other one foolish. És hoz egy ilyen illusztrációt. And he uses an illustration. Hogy képzelj el két teljesen ugyanolyan házat. He basically says, imagine two houses that are exactly alike. Mondjuk, nagyon jól föl van szerelve. For example, they are very well equipped. Az IKEA-nak a prémium cuccai vannak mind they have kettőben. The best stuff from IKEA in there. Gyönyörű a fürdőszoba, minden szép. The bathroom is beautiful.
WC is mondjuk. The toilet. Ezt most nem tudom, miért mondtam. It's great too. I don't know why I added that. És legalább kettő van. And there are at least two toilets in the house. Ezt majd megtudjátok, hogyha a két gyereknél több. When you have more than two kids, you will know why that's important. Szóval képzeld el, hogy a legjobb cuccokkal, és nagyon jól néz ki mind a kettő. So imagine the perfect house with the best equipment in there. De van különbség a kettő között. But there is one decision, one difference between the two houses. Konkrétan, hogy az egyiknek nincs alapja, mert one, csak a homokra lett fölépítve. One was just built on the sand without digging a foundation. Akkor lehet az a legjobb ház is. It could be the best house. A legjobb cuccokkal. With the best furnishings inside. A legidőtállóbb csempével a fürdőszobába. With the longest lasting tile that exists in the bathroom. Úgy fog összedőlni, ahogy van, mert nincsen alapja. It will collapse very quickly because it has no foundation. Azt mondja Jézus, bolond az, aki nem a kősziklára építi föl a házát. Jesus says that the person who does not build their house on a rock is fool. Mert idővel jön majd a vihar. Because in the end the storm will come. Jön majd a vihar az életedbe. The storm will enter your life. És tényleg nagyon igaz, hogy nem vagy jön vagy nem, hanem a kérdés a mikor. And it is true that the question is not whether it will come, the question is when will it come. Főleg nekünk, akik a szűk úton járunk, a keresztényeknek még több szokott jönni szerintem, mint általában a világban. Especially for us Christians who are walking on this narrow path, I think that we get more storms than the average person in the world does. Mert a gonosz jön és próbál minket összetörni. Because the evil one comes and attacks us. He's trying to break us up. Szóval jönni fog a vihar. So the storm will come. De ha nem a helyes alapon áll a házunk, akkor össze fog dőlni az egész. But if our house is not built upon the right foundation, then the whole thing will collapse. Neked mi az, amin áll az életed, vagy ki az, akin áll az életed? What is your life built upon? Who is your life built upon? Kinek a véleményére, kinek az iránymutatására, kin áll a te életed? Whose opinion, whose guidance is it that your house is built upon? Vannak, akik a gyülekezetre épít. There are those who build upon the church. Mindenük a gyülekezet. The church is everything to them. De ha erre építettél, nem jó választás. But if you've built it on the church, that's not a good choice. Mert tele van gyenge emberekkel, akik folyton elbukunk. Because this church and other churches too are filled with weak people and we keep failing. És hogyha a gyülekezetre építed, akkor lehet, hogy csalódni fogsz. Nem biztos, de lehet. And if you build your life on the foundation of the church, you will most likely be disappointed. Not for sure, but it's quite mert possible. Mert egy gyülekezetként is egyre jobbak vagyunk. Because you know, as a church, nem? We keep getting better, right? Kelünk, esünk, kelünk, de egyre jobbak vagyunk. Isten formál minket. We fall, we get up again. We fall, we get up again. God is working on us. De kire építed az életedet? But who are you building your life upon? Ha esetleg van házastársad, a házastársadra? Is it your husband or wife if you have one? Hidd el, hogy lehet a legjobb fej, akkor is csalódhatsz benne. They could be the nicest person, but they will still disappoint you. És nem mindig tudjuk egymásnak házastársként a jó választ megadni, meg a helyes bátorítást. And even as married people, we are not always able to give the right encouragement or the right answer to our spouse. Ha rajtam áll a feleségemnek az élete, akkor a legrosszabb helyre rak. If my wife should base her life upon me, then that's the worst thing for her. Mi az, amin a te életed áll? What is your life founded upon? Ki az, akin az életed áll? Ki az, akinek a véleménye számít? Whose opinion matters to you? Ki az, akitől megkérdezed, hogy hogyan építs tovább? Who is the one that you ask how you should proceed with the building? Mert Jézus az a kőszikla, akire építenünk kéne a házunkat. Jesus is the rock that we should build our lives upon, our house upon. És akkor jöhet bármilyen vihar, az meg fog állni. And then no matter what kind of storm comes, our life will stand. Tudjátok talán többen, hogy a fiam egyszer rákos volt egy időszakban, egy évig kemózták. Many of you know that one of my sons had cancer at one point, and we spent a year when he was receiving chemo. És sokan csodálkoztak, hogy hogy bírjátok ezt, hogy bírtok így megállni ebbe az egészbe. And at the time, many people were wondering how we are able to stand in the midst of that trial.
És semmi másért, azért tudtunk megállni, mert Jézuson voltunk. And the simple answer is that the only way that we were able to keep standing was Jesus. Nem azért, mert szuper lelkiek lettünk volna, not vagy nagyon erősek lélekben, we were super spiritual or super strong, no. Nem, azért, mert Jézuson állt az életünk. It was because our life was founded on Jesus. És ő elég erős volt, hogy megtartson minket. And he was strong enough to keep us. Ki az, akin a te életed áll? Who are you founding your life upon? És volt ott még egy érdekes, amit Jézus mondott. There was another interesting thing that Jesus said here. Azt mondja, hogy az az okos, aki hallja és teszi. He says that the wise person hears these sayings and does them. Az építkezik jó alapra, aki hallja és teszi. The person who builds on the right foundation is the one who upon hearing these things proceeds to do according to them. Néha azt gondolom, hogy úgy hogyha hallom a dolgokat Jézustól, akkor majd meg is fogom tenni. Sometimes I tend to think that if I hear the things Jesus says, it will automatically mean that I'm going to do them as hogy well. Megnyugtatom magam, jó, elolvastam a Bibliából azokat a részeket. I tell myself, okay, I did read these passages in the Bible today. És azt gondolom, hogy akkor már majd meg is fogom tenni. And I think that this guarantees that I will then also do them. Vagy néha azt gondolom, hogy az bőven elég nekem, ha csak hallgatom. Or sometimes I think, oh, it's plenty enough for me to just listen akkor to them. Akkor az már teljesen jó, ha én ezeket that's ismerem great és hallgatom. If I know of these things and I listen to them all the time. Akkor erős lesz az alapom. That will give me a strong foundation. Nem. No. Azt mondja Jézus, hogy halld meg és tedd meg. Jesus says that you shouldn't only listen to these things, you should do them. Tegyük is Isten akaratát. We should do the will of God. Az okos. That is the smart thing és to do. És akkor jöhet a legnagyobb vihar is az életedben, meg fog állni ez a ház, amit építesz. And then, even if the greatest storm of your life happens to come upon you, your house will stand. És aztán mielőtt lejönnek a hegyről, itt látunk egy érdekes megjegyzést. And then before they come down from this mount with the disciples, we see a very interesting comment. 28. és 29. vers. Verses 28 and 29. És történt, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodtak, vagy le voltak nyűgözve, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. A hallgatóság észrevette, hogy itt különbség van. The listeners noticed the difference. Hogy ilyet még soha nem hallottak, amit itt Jézus letett az asztalra. They noticed that the things Jesus was saying are unlike anything they have ever heard before. Mert ők eddig csak a farizeusokat meg az írástudókat hallgatták. Because up until then all they had was the Pharisees and the scribes teaching. Akik általában más rabbiknak a mondásait idézgették és próbálták kiegészíteni. Who usually kept quoting teachings from other rabbis and then adding their own little thing to that. Erre jön Jézus, és hatalommal, erővel beszél nekik. Jesus came and he taught them with authority and with power. Látod, lenyűgözte őket ennek az egész beszédnek a lényege, meg az, ahogyan mondta Jézus. They were really impressed with the main message of what Jesus was saying and also how he was saying it. Hogy milyen bizonyossággal beszélhetett, meg hatalommal, erővel. They saw that there was an authority behind his words and there was a security also. És tényleg ez egy erős beszéd, igaz? This is a strong speech, isn't it? Ez a legdurvább bibliaórája szerintem Jézusnak. I think this is the hardest Bible study of Jesus. De így befejezésül. But in closing. Megint adok egy választást nektek. I would like to present you with a choice once again. Mi itt, akik tanítunk általában a gyüliben. Those of us that teach here at the church. Mi próbáljuk a legjobbunkat adni. We try to give our best. Ülünk, tanulmányozunk, imádkozunk. We sit down, we study the word, we pray. Akarjuk hallani Jézust, hogy mit mond nektek. We want to hear the voice of Jesus, to see what he wants to tell all of you. So we try to bring the best. És néha sikerül. Sometimes we succeed. Néha nem annyira. Sometimes not so much. De mi megteszünk mindent. But we do everything we can. Talán amit mondok, az ilyen nagy szavaknak fognak tűnni. What I'm gonna say might sound like big fancy words. De legyen Jézus a tanítód.
But basically my message is make sure Jesus is your teacher. Mert ne abból élj, hogy szerdán meg vasárnap itt vagy. Do not live from what you can get here on Wednesdays and Sundays. Mert a világ legjobb tanítója, aki hatalommal meg erővel tud beszélni, megy veled, amikor mész haza. Because the world's best teacher who speaks with authority and with power goes home with you. Ott van veled, és hallgathatod, ahogy ő tanít neked. He is always there with you, and you can receive teaching from him directly. Az okos dolog, hogy minden nap hallgatod a világ legjobb tanítóját. It is a smart thing to do to listen to the world's best teacher every single day. És hidd el, hogy ő meg akar neked tanítani. And trust me, he wants to teach you. Ez okos élet. That is smart living. Imádkozzunk. Let's pray. Atyám, köszönjük neked ezt az igét. Father, we thank you for this word. És azért imádkozunk, hogy segíts nekünk, hogy cselekvői legyünk az igének, ne csak hallgatói. And we ask that you would help us to be doers of your word, not just listeners. Köszönjük azt, hogy tényleg ebben a beszédben egy szeretettel szóltál, és Uram, belenyúltál a lelkünk, a szívünk mélyére. We thank you that in the Beatitudes you spoke with love and you touched the depth of our heart and our soul. Arra kérünk, Jézus, hogy vizsgálj meg, és segíts nekünk, hogy lépjünk, ha kell. We ask you, Jesus, to examine us and to help us if we need to take a step. És Jézus, nagyon szeretünk téged. Jesus, we love you. És köszönjük azt, hogy mindig van egy új esély, még ha rossz döntést is hoztunk. And we thank you that there is always a new chance, even if we had made a bad decision. Hogyha már learattuk a rossz döntésünk rossz következményét. Even if we have already harvested the bad consequence of a bad decision. Te ma hívsz minket, hogy döntsünk jól. Today you are calling us to make the right one. Atyám, szeretnénk jól építkezni. We want to build wisely and well, Father. Azért imádkozom, hogy áld meg a gyülekezetedet. I ask that you would bless your church. Uram, add, hogy mindazt, amit ma hallottunk, be tudjuk építeni az életünkbe. May we be able to put into practice in our lives everything we have heard today. Jézus nevében imádkozom. In Jesus' name. És Isten minden ember azt mondja, hogy. Amen. 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 Nagyszerű, hogy itt voltatok ma reggel. It's great that you could all come today. Remélem, hogy áldás volt így nektek is. I hope that you were blessed. Még gyorsan elmondom, hogyha imára van szükségetek, mi itt leszünk és imádkozunk. If you have prayer, some of us will be out here in the front, so feel free to come and ask. Kapjátok el Phil pásztorunkat, szorongassátok meg, visszajött. Grab Phil, give him a good hug. És szeretnétek adakozni, azt is megtehetitek ott oldalt. If you would like to give, you can give that in the donations box. Az Úr áldjon meg benneteket. May God bless you.